Hopp. Meg is vagyok. Ott a sici. Hopp. Úgy is visszaengedtük volna. Hova menjünk? Rácsorgunk! Láttuk ott több videóban, hogy... Ja. Ezt a palit akarom megfogni, gumi van, ami itt van kint. Oh! Á, na jó! Isten áldjon! Na, akkor az ötlet jó volt. Oké, király. És akkor, amit terveztem, az bevált. Király. Harmadik dobás? Második? Nem is tudom. Látni látszódott. Átfotót nem tudtam csinálni, de... Bárcsak ennyi problémám lett volna eddig is. Ezekkel a... napokkal, hogy fotó nem lett, csak videó. Hát, ha lett volna nálam merítő, szerintem azzal is tudtam volna hamarabb megmeríteni. Már ez kirázta a szájából. Valami villámszákolás kellett volna hozzá. Itt volt a törésen. Tipikus esete volt a dolognak. És tényleg igaz volt, amit a Viktorral beszéltünk a vendégpecán, hogy nagyon nem mindegy, hogy a támadási szakaszt hogy tartom fel, amire eddig én nem figyeltem, vagy nem gondolkoztam ezen. Most próbálgatom azt, amit beszéltünk. Persze sok minden nem került bele a videóba, így is azért 1 óra 10 perces lett. És nyilván volt privát része is a dolognak, a kérdéseimnek, ide levetítve. És nyilván volt olyan része is a tartalomnak, ami publikussá válhatott, amit láttatok is. Szerintem rengeteg információ volt benne. De próbálom azokat a dolgokat alkalmazni, amiket megkérdeztem, és válaszolt rá, mert ez nem úgy néz ki azért ez a dolog, hogy elmegyek hozzá, és akkor na, figyelj ide. Nem csak róla beszélünk, hanem ugye többi vendéghorgászatról is, de mivel ő a legfrissebb itt a csatornán, így természetesen most vele tudok példálózni, hogy nem arról van most szó, hogy lemész, és akkor na eddig mutasd meg, mit csinálsz, és akkor megmutatom, hogy lehet halat fogni, hanem vannak konkrét elképzeléseid, kérdéseid egy ilyen pecák alkalmával, amikor ott vagy nála, és azokra megpróbálja elmondani a véleményét, és ez a vélemény ez megerősít benne majd, hogy jól csinálod-e azt, amit csinálsz, avagy sem, vagy megerősít abba, hogy ezen változtatni kellene, vagy sem. Leginkább ez erről szól, nem másról. Nyilván egy teljesen kezdő horgásznak, ha elmegy valakihez vendéghorgászatra, bár mindenki nevében nem tudok beszélni, akiknél voltam vendégpecán, azoknak a videói azok részben fenn vannak a csatornán. Akinél voltam vendéghorgászaton, és nincs fent, annak megvan az oka, vagy azért, mert nem volt halfogás az adott napon, vagy pedig azért nincsen, mert
úgy egyeztünk meg, hogy arról nem készül videó. Vagy csak azért, mert hogy elmentünk pecázni, és nem azért pecáztunk, hogy videó legyen, hanem hogy beszélgessünk és dumáljunk egy jót, mert bármennyire is hihetetlen, de történik azért ilyen is. Na, már csak azt jelenti, hogy bejöjjenek ide a csónakba. Ujjjj. Ha jól látom. Tiszteletem! Megy a kamera? Megy! Akkor lehet üzenni? Lehet! Van hang? Van! Mikor üzenhetek? Most! Azt üzenem a Dudi Csatillának, hogy azért nem fog halat, meg nem fejlődik az edzésekkel, mert nincs benne alázat. Hát egy mi atyánkat elmondok érte is! Köszönjük, Béla! Mi atyánkat elmondtam érte azért még itt! Köszönjük, átadom! Ajaj, ajaj, lavina megindult. Hát igen, látom Dudisnak a fejét, ahogy röhög, és közben szint mind a kettőnket. Jaj, faszi. Ennek itt kellett, így kellett történnie. Jaj. Hoppá, micsoda madár. Hoppáré, hoppáré. Az szép, méretes. Az nem semmi szárnyak. Az igen. Hát azért nem mennék alá. Nem lennék mókuska alatta, vagy... Szép. Van ám fesztáv. És bent a gajak között hogy tud lavírozni? Az anyja hétszentségét. Hát ez már hopp és lej. Ott a fészke. Azt a mindenit neki. Na hát ezt majd megfigyelem. Alá merjek menni? Vajon? Megfigyelni, hogy mi történik ott, vagy... Hagyjuk inkább békén, mert kapok olyat a fejemre tőle, hogy megemlegetem. Hát lehet, nem kéne basztatni. Sőt, nem basztatni, hanem... Na mindegy. Milyen érdekes, hogy a... Na mindegy. Nem érdekes. Hagyjuk. Jaj. Hopp, ott egy másik. Hát dik, ez egy pár. Az a párja. Ő is oda ment tényleg. Jaj, de cukik. Ki tudja, mi lehet ott. Hát biztos tudjuk. Valószínűleg tojások, vagy fészeképítés zajlik, vagy az Isten tudja, micsoda.